Idén a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, aminek keretében egy cipős doboznyi ajándékkal lephetik meg a rászorulókat. Az országos program már évek óta nagy sikerrel zajlik, melynek köszönhetően több ezer gyerek karácsonyát teszik boldogabbá. Oravec Kiséva, múzeumpedagógiai osztályvezető elmondta, minden ajándéktárgyat örömmel fogadnak. Igazából azt kell becsomagolni, aminek szerintünk a gyerekek örülnének. Például lehet játékokat belerakni a csomagba, plüssállatokat, labdákat, vagy higiéniai felszereléseket, eszközöket, fésűket, vagy nem tudom, fogkefét, szappanokat, akkor lehet könyvecskéket, de ez teljesen ránk van bízva. Hozzátette, a gyűjtés lezárása után az adományokat szükség szerint osztják szét a rászorulók között. Rászoruló gyerekekhez és családokhoz juttatják el, és iskolákban, kórházakban, gyógyuló gyerekekhez, a árvaházakban vagy csonka családban élő gyerekekhez juttatják el, illetve az ajándékok egy részét évek óta Böjte Csaba árváihoz, Marosvásárhelyre juttatják el. A szervezők arra kérik a 60-iakat, hogy akik szeretnének ajándékcsomagot összeállítani, a doboz tetején tüntessék fel, hogy kislánynak vagy kisfiúnak szánják a csomagot, valamint körülbelül hány éves korig használható. A felajánlásokat a múzeum nyitvatartási időben fogadja az információs pultnál december 8 és 16-a között.